az evangélium, ami nem az. Van még egy másfajta evangélium is. Egy hamis. Ez egyáltalán nem örömhír. A világon mégis a legtöbb ember elhiszi. Így hangzik. A jó emberek a mennybe kerülnek, és a mennyet ki lehet érdemelni jó cselekedetekkel és tisztességes jellemmel. A világ legtöbb vallása ezt tanítja ilyen vagy olyan formában, és ez meggyőző. De Isten igéje azt mondja, ez az élet az örök halállal végződik, és az Istentől való örök elválasztottsággal. Ez nem új dolog. Valóban visszanyúlik az Édenkertig. Ádám és Éva mezítelenségüket fügefalevelekkel próbálták eltakarni. Saját cselekedeteik által akartak eljutni odáig, hogy találkozhassanak Istennel. Istennek azonban meg kellett mutatnia nekik, hogy ez lehetetlen. Ezért állatbőrökbe öltöztette fel őket. Ehhez állatoknak kellett meghalni. A vérüket ki kellett ontani. Ádám és Éva mindössze annyit tehetett, hogy hittel elfogadta Isten intézkedését. Isten megmutatta nekik, hogy a bűn elválaszt Istentől, és hogy az emberek nem képesek áthidalni ezt a szakadékot. Bűnösök csak olyan helyettes áldozat révén közeledhetnek ő hozzá, amelynek a vérét kiontják. Káin tanulhatott volna szülei hibájából, de ehelyett vér nélküli áldozatot vitt Istennek, amiért fáradtsággal megdolgozott. Ezzel tudatosan elfordult Istennek a megváltásra kigondolt útjától. Szándékosan figyelmen kívül hagyta az ő igéjét. Ez örök kárhozathoz vezet. A hamis evangélium józan dolognak tűnik, de a halálba vezet. De mégis mindmáig ez a legkedveltebb vallás. Amikor a tanácsadója meghalt, az egyik amerikai elnök ezt mondta. Idézőjel, szívből remélem, hogy lelke meg fogja találni azt a kegyelmet és megváltást, amelyet jóságos élete és jó cselekedetei kiérdemeltek, idézőjel bezárva. Egy ismert lelkész, aki híres volt arról, hogy előszeretettel emlegette az idézőjelben pozitív gondolkodást, ezt mondta. A tőlünk telhető legjobbat gondoljuk és tesszük, és ezért hisszük azt is, hogy mindannyian a mennybe jutunk. Idézet vége. Egy hívő prédikátor legalább 40 percig beszélt arról, hogy a megtérés hitáltal és nem a saját cselekedeteink által megy végbe. Viszont amikor kiment, az ajtónál megkérdezte az egyik templomlátogatót. Üdvözül-e ön? A válasz így hangzott. Megteszek minden tőlem telhetőt. Egy keresztény megkérdezte egyik ismerősét. Te megváltott vagy? Az így válaszolt. Hogyan is lehetne ezt egész biztosan tudni? Egészen pontosan megértette, ha az üdvösségünk a jellemünktől és a jó cselekedeteinktől függ, akkor bizony sohasem lehetünk benne biztosak. Akkor nehéz és bizonytalan dolog, hogy sikerül-e. Gondolkodásunkban ez olyan mélyen gyökerezik, hogy a jó cselekedetek által üdvözülünk, hogy Isten szellemének természetfeletti beavatkozására van szükség ahhoz, hogy megszabadítson bennünket tőle. Az emberek szívesen elhiszik, hogy meg tudják váltani saját magukat, vagy legalábbis hozzájárulhatnak ehhez. Bántja a büszkeségünket, ha azt kell hinnünk, hogy csak befogadói vagyunk az isteni kegyelemnek. És nem érdemelhetjük ki a mennyet saját magunk. Ez a gondolat elviselhetetlen a számunkra. Pont ezért csökönyösen ragaszkodunk a cselekedetekből való megigazuláshoz.
Még akik valóban kegyelemből részesültek a megváltásban, azok közül is sokan vannak azon a véleményen, hogy valamit tenniük kell azért, hogy megváltottak maradjanak. A kereszténységet ma megrontja ez a gondolat. Azok a fogalmak, amelyek összefüggnek ezzel a hamis evangéliummal, a következők. A parancsolatok megtartása, jó cselekedetek és kiérdemelni. Más szavakkal, Isten tartozik a bűnösnek az üdvösséggel, ha az megtartja a parancsolatokat és jó cselekedeteket tud felmutatni. Úgy képzelik el Istent, mint egy mérleget tartó bírót. Az egyik serpenyőbe az illető jó cselekedeteit helyezi, a másikba a rosszakat. A lefelé mozduló serpenyő dönt az illető sorsáról. Menj vagy pokol? Így persze egészen halálunkig sohasem tudhatjuk, merre billen ki a mérleg nyelve. De ez nem kegyelem. A kegyelem és a cselekedetek tökéletes ellentétei egymásnak. Abban a pillanatban, amikor össze akarod kötni a kettőt, többé nincs szó kegyelemről. Az idézőjelben hit plusz cselekedetek alapelv esetében sincs szó kegyelemről. A kegyelem kinyilvánítja, kegyelem által van üdvösségünk, plusz semmi sem. Egyszer egy gazdag, fiatal tanácsbeli, aki a cselekedetekből való megigazulásban hitt, jött Jézushoz, és ezt kérdezte: mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő ki akarta érdemelni az üdvösséget. Viszont amikor Jézus felsorolt neki 6 a 10 parancsolatból, hogy ezzel rávilágítson annak képtelenségére, hogy valaki saját erőfeszítései árán rászolgálhat a mennyre, az ifjú büszkén azzal kérkedett, hogy ő bizony minden parancsolatot megtartott. Igen ám, de ez nem volt igaz. Hiszen nem szerette a fele barátját, mint önmagát. Mert különben megosztotta volna gazdagságát a szegényekkel. A kapzsiság volt kiemelkedő bűne. Azáltal, hogy áthágott 1 a 10 parancsolatból, mindet megszegte, mert az 10 tagból álló egyetlen láncot képez. Kegyelemből és nem cselekedetekből történő megváltásra volt szüksége Jézustól. De ő szomorúan elment. A gondolkodásunkban legmélyebben gyökeret vert tévtanítás az a gondolat, hogy a jó emberek jó cselekedetek által a mennybe jutnak. Az alábbiakban felsorolunk példaként néhány ilyen cselekedetet, melyeket az emberek mennybe szóló jegynek tartanak. Az első pont a vallási előírások megtartása közül a keresztség. A keresztség tulajdonképpen csak olyanoknak szól, akik már részesültek a megváltásban. Ez a nyilvános megvallása annak, hogy Krisztushoz tartozunk, és azt mondja ki, hogy halálában, eltemetésében és feltámadásában ővele egyek lettünk. Következő, a konfirmáció, az áldozás, illetve bérmálás. Ezek olyan egyházi tradíciók, amelyek sehol sem lelhetőek fel a Bibliában, és már csak ezért se lehetnek a megváltás eszközei. A következő gyónás. Hiszen a bűnökre nem nyerhető, bocsánat, gyónás vagy bűnvallás által. Amit Isten elvár, az annak a megvallása, hogy Jézus Krisztus az én Uram és megváltom. Következő ilyen az úrvacsora. Ahogyan a keresztség, ez is elkötelezett keresztények számára készítetett el. Olyan étkezés ez, amely az Úr halálára emlékeztet bennünket. Következő ilyen pont, az pedig a vezeklés. Hogy bűneiktől megszabaduljanak egyesek, megpróbálják levezekelni azokat, de az új szövetségben ilyen nem fordul elő.
Isten azt akarja, hogy megbánjuk bűneinket, azaz elismerjük bűnösségünket, és nála keressünk ingyen bűncsánatot. Egyházi tagság a következő. Ez azért, mert az egyetlen tagság, ami számít Istennél, az az, hogy az igazi egyházhoz, Krisztus testéhez tartozunk-e. Mindazok, akik valóban hisznek az Úr Jézusban, ide tartoznak, függetlenül attól, hogy tartoznak-e valamilyen egyházhoz vagy sem. Ez a tagság nem eszköz az üdvösség eléréséhez, hanem a Krisztusba vetett hit eredménye. A következő az Isten tiszteletek rendszeres látogatása. Hiszen ez értékes is lehet önmagában, vagy értékes, de ennek nincsen megváltó ereje. Következően a tizedadás. Mert egészen világos, hogy Isten nem a pénzünket akarja. Isten azt akarja, hogy megtérjünk és higgyünk. A hitetlen ember számára pedig semmi értelme sincs annak, hogy jövedelme bizonyos részét az egyháznak adományozza, főleg, ha azzal Istennél akar kiérdemelni valamit. Az ilyen következő vallásos előírásokba való hamis hit az a böjt. A böjt abban nem segít bennünket, hogy Isten teljes tetszésére legyünk, abban segíthet, hogy szellemi témákra összpontosítsanak a keresztények, és lehet egészséges is. A következő az imák. Hiszen az az imádság, amit Isten egy még meg nem váltott embertől hallani, akkor ez a következő. Istenem, légy kegyelmes hozzám bűnöshöz, és szabadíts meg engemet Jézus érdeméért. Illetve itt van még a nagy téves utolsó kenet. Ebben az úgynevezett szentségben a pap egy olyan ember gyógyulását és üdvösségét kéri, aki halálos veszélyben van. Ez teljesen téves, erről semmit sem találhatunk Isten igéjében, és ezért sem az egészséget, sem az örök életet ez nem garantálhatja. Itt vannak akkor a parancsolatok betartása, a 10 parancsolat. Ahogyan még látni fogjuk, ezek a parancsolatok nem eltakarják, hanem feltárják a bűnöket. Következő az az aranyszabály, hogy másokkal mindig úgy bánjunk, ahogy szeretnénk, hogy velünk is bánjanak. Ajánlatos lenne, de meghaladja képességeinket, hogy mindig így tegyünk. Illetve a parancsolatok bármilyen más listája. Az új szövetség a lehető legnagyobb nyomatékkal tanítja, hogy az üdvösségünk köz mi magunk semmivel sem járulhatunk hozzá. Semmivel. Illetve itt van a jó jellem kérdése. Ahogy sokan mondják, hogy én tisztességes életet élek. Jó, akármilyen tisztességesen is viselkedünk, sohasem fogjuk teljesíteni Isten kívánságát, hogy úgy éljünk, mint az Úr Jézus. Hiszen már egyetlen vétek bűnössé tesz bennünket, és a bűn fizetsége, zsoldja pedig lenne halál. Következő ilyen gondolat, aki azt mondja, hogy nem vagyok olyan rossz, mint a többiek. Na jó, biztos, hogy mindenki ismer valakit, aki rosszabb, mint ő. Sajnos ezzel semmire sem megyünk. Ha azáltal üdvözülhetnénk, akkor a legrosszabb bűnös kivételével mindenki a mennybe jutna. Következő ilyen jó cselekedetek, segítőkészség és kegyes adományok. Együttérzésünk arra indít, hogy osztozzunk a szükséget és ínséget szenvedőkkel. Felhozni valamit ez ellen olyan balga dolog lenne, mintha az anyai szeretet ellen szólnánk. De ezzel nem kaphatunk bocsánatot bűneinkre. Következő ilyen gondolat, megteszek mindent tőlem telhetőt. Az rendben van, hogy mindenkinek ezt kellene tennie. De a jó cselekedetek nem váltanak meg bennünket. Csak is Jézus. A következő ilyen nagy téma akkor a család és a vallásos szülőihez, hiszen a megváltás nem származás kérdése. Nem a szülők által jutunk hozzá, hanem úgy, hogy személyesen választ adunk az evangéliumra. Következő, hogy lelkész, pásztor vagy pap van a családban. Hiszen senki sem részesülhet a megváltásban egy ember közbenjárásával. Még ha az illető családtag, kegyes ember is. Azáltal sem, hogy jó apák vagy anyák voltunk, és gyermekeinket rendes emberekké neveltük. Ez ugyan nagyon dicséretes, de nem elég. Semmi abból, ami jót tettünk, nem mentett meg minket.
ha ez lehetséges volna, akkor nem kellett volna Krisztusnak meghalnia annak, hogy ő meghalt, eltemették és feltámadt, abban rejlik az oka, hogy nincs más út, ami az üdvösséghez vezet, mint a beléje vetett hit. Tehát, ha végignézzük ezt a listát, egyetlen olyan pontot sem fogunk találni, amelyet az egész világon minden ember teljesíthetne. Valóban nem tudunk elképzelni egyetlen úgynevezett jó cselekedetet sem, melyet kivétel nélkül mindenki képes lenne megtenni. Ha olyan emberekre gondolunk, akiknek nincs karjuk, lábuk, vakok, vagy nincstelenek, vagy halálos betegek, akkor világossá válik számunkra, hogy a cselekedetekből való megigazulás egy nyomorult, hamis evangélium, egyáltalán nem tartalmaz semmilyen örömhírt. Az emberek évszázadokon át minden elképzelhető módon próbálkoztak, hogy rászolgáljanak a mennyre. Önmegtagadás, önkínzás, aszkézis, meditáció, zarándoklatok, szerzetesi élet, nagy pénzadományok, mindez teljesen hiába való volt. Ki kell jelenteni, semmi más, csak Jézus vére moshatja le a bűnszennyét. Az is egy nagy tévedés, hogy Jézus és ... hiszen sokan vannak, akik elismerik, hogy a Krisztusba vetett hit szükséges, de ezután hozzáfűznek még egyéb feltételeket is. Az egyház korai időszakában ez a körülvetélkedés volt. Ma sok ember úgy véli, hogy vagy a keresztség, vagy a nyelveken szólás, vagy a szombat megtartása, törvénybetartása, vagy hasonlók szükségesek az üdvösséghez. Hatalmas tévedés. Az Úr Jézus az egyetlen szabadító. Jézus elegendő. Ő semmivel és senkivel nem fogja megosztani üdvözlőtői dicsőségét. A megváltás kegyelemből történik hitáltal, plusz semmi más. A kegyelem az ő része az üdvösségben. A hit a mi részünk. A hamis evangélium lelepleződik. A hamis evangélium halálos mérget tartalmaz. Isten igéje újra és újra hangsúlyozza, hogy a parancsolatok megtartása által vagy jó cselekedetekből senki nem üdvözül. Ezek a dolgok nem törölhetik el a bűnt. Másrészt sok olyan vers van a Bibliában, amely kimondja, hogy csak a Krisztusba vetett hit által és teljes egészében a cselekedetek nélkül üdvözülünk. Ha valaki megpróbál cselekedetek által bocsánatot nyerni, sohasem tudhatja, hogy van-e üdvössége. Sohasem tudja, hogy elegendő jó cselekedetet hajtott-e végre, és hogy azok a megfelelőek voltak-e. Ha azonban a kegyelem váltott meg bennünket hitáltal, akkor Isten igéje alapján tudjuk, hogy üdvösségünk van. Tudunk róla, amikor ajándékot kapunk. Ez az, amire a Biblia gondol, amikor ezt mondja. Idézőjelben azért adatott tehát az ígéret hit alapján, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret. Egy olyan ember, aki a törvény alatt áll, sohasem lehet örökre biztonságban, mert nem tudja, hogy mit fog még tenni a jövőben. A cselekedetek evangélium rettenetes tévedése abban áll, hogy minden tőlünk, magunktól függ. A kegyelem evangélium azt garantálja Krisztus juhainak, hogy ők, idézőjelben, ahogy a Biblia írja, nem vesznek el örökkön örökké, sohasem. Ó, ne félj, ne retteg, én veled vagyok. Íme szó utamra csillagként ragyog. Felhők közt, mint napfény, úgy tör át szavad, nem hagy el megváltód, sohasem leszel magad. Nem, soha magam, nem, soha magam. Az Úr így ígérte ezt meg, soha nem leszek magam. Azok az emberek, akik megpróbálnak üdvösségükért megdolgozni, vagy arra rászolgálni, olyan rabszolgák, akik vég nélkül fáradoznak, mégsem érnek soha célt. Jézus azt ígéri a hívőknek, hogy ha ő szabaddá teszi őket, akkor ők valóban szabadok. A hamis evangélium legfontosabb szava a tenni. A kegyelem kulcsszava így hangzik. Megtette. Krisztus elvégezte a megváltás munkáját, és így nekünk már nem kell még egyszer véghez vinnünk azt. Az emberek természettől fogva nem szeretik a kegyelmet. Sem saját maguk számára, nem akarják, sem azt nem bírják elviselni, ha Isten mások irányában gyakorolja. Ilyen tekintetben olyanok, mint az etetővájúban szaladgáló kutya. Ő maga nem eszik szénát, de minden más állatot elhajt onnan. Jézus idejében a vallási vezetők bezárták Isten országát az emberek előtt, ők maguk sem mentek be, és megpróbáltak másokat is visszatartani.
Akkoriban a törvénytudók és a teológusok is így tettek. Távol tartották Isten igéjét az emberektől, ők maguk nem mentek be, és megakadályoztak mindenkit, aki megpróbált bejutni Isten országába. A törvény gyűlöli, üldözi a kegyelmet. Az Ószövetség korában Izmael kigúnyolta Izsákot. Pál ebben példát látott arra, hogy illusztrálja ezt a tényt. Még nyilvánvalóbb lesz ez Krisztus keresztrefeszítésekor. Éppen a vallásosak voltak azok, akik annak halálát követelték, aki kegyelmet és igazságot hozott.